Tóth Viktor angoltanárral, még angoltanárral folytatjuk a beszélgetések sorát. Jó reggel, tanár úr! Jó reggelt kívánok! Még angoltanár? Meddig? És mi lesz aztán szeptembertől? Igen, a tanév végéig még tanítani szeretnék. Hát, hogy szeptembertől az biztos, hogy nem szeretném folytatni tovább a közszférában, a közoktatásban. Ugye fontos elmondani a nézők kedvéért, bár a felvezetésben többször elhangzott, hogy Tóth Viktor az a tanár, aki február 11-én a polgári engedetlenség eszközéhez nyúlt, és aztán sokan voltak, akik követték annak kapcsán, hogy a kormány ugye bevezetett olyan szigorító intézkedéseket, amelyek gyakorlatilag ellehetetlenítették a pedagógusok számára a sztrájkot, így nem nagyon maradt más eszközük, mint hogy kifejezzék a véleményüket. Volt ennek bármilyen hatása, mit gondol, nyilván nagy visszhangot kapott a közvéleményben, vagy a médiában, de hogy a kormányra, vagy a most felálló új minisztériumban, pontosan a régiben, ahol beintegrálták az oktatásügyet, ön szerint lesz ennek bármilyen hatása? Én szerintem sajnos nem. Tehát már az elmúlt napok intézkedés is azt mutatják, hogy megint nem abban az irányban vagyunk, hogy kommunikáljunk, hogy megbeszéljük a problémát, hanem valamilyen erőnyomásgyakorlással, erőfitoktatással intézzük el ezt a problémát. Hát a Parag László azt mondta, hogy jön a szünidő, élvezzék a tanárok a nyarat, ugye csodálatos szakmájuk van, hiszen gyakorlatilag csak 3/4 évet kell dolgozni, a 1/4 év szünidő van. Igen, általában ezt a kritikát megkapjuk, de azért ez nem így néz ki, erről hosszá lehetne beszélgetni. Nyilván. Milyen más lehetőség van, ugye legyünk őszintén, azért angol tanárnak még viszonylag könnyebb a tanárok közül, mert tud másfajta nyelvvel kapcsolatos szakmát várnak, akár külön órákat tud adni, tehát végül is, ha csak maszekban is, de pedagógus maradhat. Ugyanakkor hát nem tudom, mennyire hiányoznak a diákjai, azt is említette nyilatkozatában, hogy hát óriási felelősséget érez, és hát kellemetlenül is érzi magát, mert az iskolában is ugye struktúraváltás lesz, vezetőváltás, és szükség lenne a munkájára, ezt érzi. Tehát leginkább ugye a diákok szenvedik meg, ez egy másik fontos mondata volt, az egész oktatásügy problémáit. Így van, az, hogy hol fogom folytatni, az még kérdéses, egyelőre nézelődök, több lehetőségem is lehet. Sajnos, igen, ahogy mondta, nem teljesen tiszta lelkiismeretem, mert érzem, hogy mint pedagógus, mint a kis közösséget az iskolámban is szükség lenne a munkámra, mint tapasztalt tanár, meg az, aki ismeri a közeget, mind ugye a szakszeretnél is folytattam a munkát, ott is nagyon nagy segítség lenne, hogy minél több kollégám, minél több pedagógus tud támogassa a szakszeret munkáját is. Ugye az, hogy az ön tevékenysége, az engedetlensége milyen port vehet fel, arról már egy mondatot beszéltem, de utána ugye átcsapott egy hónap után ez egy bizonytalan idő sztrájkba. Ennek a hatása is ugye kétségesek, másrészt ön is egy kicsit csalódottan állapította meg a számokat, hogy különböző adatok vannak, negyede, harmada a tanároknak vesz ebben részt. Drámai tényleg az elégedetlenséget ugyanakkor figyelembe véve, hogy ilyen kis arányban vettek részt aktívan, vagyis passzívan mondták ki magukat a tanításba a tanárok. Igen, menet közben is azt éreztem, hogy most valami olyasmi történik, ami eddig még sose, és ezt talán meg tudja mozdítani a pedagógus társadalmat is, meg a civil társadalmat is. Mégis utólag visszatekintve azt érzem, hogy ez még mindig kevés. Tehát nem üti át azt a küszöböt, ami elsősorban ugye az engedetlenségnek a lényege, két dolog volt felhívni a kormány figyelmét arra, hogy ez így nem mehet tovább, tehát ilyen eszközökhöz nem nyúlhat, hiszen állampolgári és munkavállalói jogokat sért, amilyen rendeletet és most törvényt vezet be. Másrészt mindenféleképpen a pedagógusok ügyét belülről látja mindenki, kívülről nehezebb látni, tehát ezzel akartuk felhívni a figyelmet, hogy tényleg nagyon nagy probléma van. Akkor azokban a napokban úgy tűnt, és tényleg én személyesen azt értem meg, hogy nagyon sok támogatást kaptunk, úgy néz ki, hogy ez még mindig kevés volt, és még mindig kevés, hogy átüssön valamilyen küszöböt. Pedig hát ugye a kapitalizmus, most a kőkemény gazdasági szempontokat nézzük, alaptörvényének egyike az is, hogy a munkabér az ugye a munkaerő árának újratermelésének a költsége gyakorlatilag. Most, hogyha ezt nem biztosítja egy kormány, vagy egy bármilyen vállalkozás is akár, akkor nem számíthat arra, hogy a munkaerő olyan szinten fog dolgozni, hogy azt elvárják tőle. Ezt ennyire, hogy mondjam, szűklátó körül lenne a kormány, az szaktárc, hogy nem látja? Sajnos ezt én sem tudom hova tenni, nekem is ez a megállapításom, hogy azt hiszem, hogy minden munkaadó tudja, hogy akkor tud leginkább a munkaerőt termelni, most ilyen csúnyán fogalmazzak, amikor jól érzi magát a bőrében. És ez két dolog kell, ugye anyagi megbecsülés és erkölcsi megbecsülés, csak ez a kettő hiányzik jelenleg a szakmából. Tehát egyszerűen fizikailag válik lehetetlen, ha csak nincs egy házas pár, az önök esetében mindenketten pedagógusok, ugye? Igen.
kicsit azt gondolom, azt vettem ki a szavai, hogy azért is áldozta fel magát, úgymond, hogy a felesége maradt pedagógus, és ő meg megpróbál egy jó kereső szakmát, vagy ami anyagi biztonságot jelentő szakmát. Tőle kéne megkérdezni, hogy a családot fenn kell tartani. Ez így van. Tehát ez egy lehetetlen dolog, hogy egyszerűen fizikailag válik lehetetlen egy idő után. Sajnos a kollégám ott tart, hogy ameddig bírja, csinálja, hiszen ez a hivatása, de hogy odáig jutottunk el, hogy nagyon sokan egyszerűen már nem tudnak megélni ebből. Az a kétharmad mondjuk, aki nem vett részt, és ezt nem véletlenül mondom ezt a kétharmadot, bár a választásokon ugye ez csak 50%-ot jelentett, egyezhet, lehet átfedésben azzal a kétharmaddal, vagy azzal az 50%-kal, aki a kormánypártokra szavazott idén is? Tehát lehet politikai háttere annak, hogy mondjuk bizonyos pedagógus kollégáik nem, vagy nem kellő határozottsággal lépnek fel és csatlakoznak az ön javaslataihoz? Talán teljes átfedés nincsen, de azt gondolom, hogy összefüggés van. Tehát azt én is szomorúan tapasztalom, hogy egyszerűen nem tudnak elkülöníteni, különbséget tenni a kollégák egy választástól, amikor mélyre teszek több mindent, és választok egy pártot, egy kormányt, meg attól, hogy van egy kis egységnyi téma, ami mellett azért kiállhatok azon kívül, hogy én letettem a voksomat egy kormány mellett. Ja, azért is furcsa, mert mondjuk az önkormányzatoktól való adóelvonás esetében, ugye, hát láthattuk, és sok önkormányzat panaszolt erről, hogy hát a fideszes önkormányzatok csak kaptak valami jóvátételt, az ellenzékek nem annyira, a pedagógusok esetében az elég nehéz azért megoldani, hogy valaki kap fizetésemet, és valaki meg nem. Tehát nem, ilyen szinten nincsen különbség önök között, akkor mégis mi lett az oka, hogy ennyire beletörődőek, ahogy ön viszont nem, azt mondta, hogy köszönöm szépen, ezt nem tudja vállalni tovább. Több oka lehet ennek, lehet mondom politikai oka is, azt gondolom, hogy jó néhány kollégám sajnos már régen jutott oda, ahova én, tehát ugyan a szakmáját, hivatását szereti, és úgy látják, hogy semmi eredmény nincs a kiállásnak, akkor egyszerűen feladják és belefásulnak. Hogyan tovább, mit tervez? Mondta, hogy többféle irányban is nézelődik, de bármilyen módon próbálja segíteni azokat a kollégáit, akik egyáltalán vannak, akik kitartanak, átveszik az ön szerepét, és a szakszervezetekkel együtt esetleg próbálnak még valamit tenni a továbbiakban? Én azt gondolom, hogy lesznek ilyenek, és igen, már az iskolámban is próbálom megtalálni ezt a kollégát, aki majd innentől kezdve tartja a kapcsolatot a szakszervezettel. Én nagyon nagyra csinálom az ő munkájukat, és hát én nagyon remélem, hogy lesz olyan, aki kitart és tovább viszi. Az én ügyem az egy személyes ügy, én így döntöttem, de hát nagyon nagy szükség lenne arra, hogy minél tovább kitartsanak a kollégák. Bízhatnak a pedagógusok abban? Ön személy szerint bízik abban, amit a szakszervezetek kérték, a pedagógusok kérték Novák Katalint, hogy ne írja alá a köznevelési törvényt? Hát az elmúlt évek tapasztalata alapján erre kevés esély van, azt gondolom. Ismerve azért a most már köztársasági elnök asszony empátiáját és családközpontú gondolkodását. Én azt gondolom, hogy ez az első olyan, hogy is mondjam, megnyilvánulását, hiszen szerintem nagyon-nagyon fontos törvény, vagyis hát fontos téma, az oktatás, meg az egészségügy két alapillér. Meglátjuk, nem ismerem az ő munkásságát még, ez aztán az első olyan lehetőség lesz, amikor bebizonyíthatja, hogy a szakmaiság a fontos, az ország jövője a fontos, vagy egyéb más szempontok. Tóth Viktor, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen.